Radvánszky Péter rabbit a Szombat beállta előtt másfél órával kérdezem az aktuális heti szakaszunkról, nem máshol, hanem egy szokatlan helyen, a Páva utcai zsinagóga központi nagytermében, nem ahol szokott imádkozni, nem ahol szokott drósét mondani, ma egy különleges szombatvára istentiszteleten, mi is a heti szakasz? Tehát a kitissza a heti szakasz, ami annyit tesz, hogy amikor megszámlálod, amikor számba veszed az izraelitákat, tehát ez egy ilyen népszámlálás javaslattal kezdődik. De ugyanakkor, amiről híres ez a heti szakasz, az aranyborjú, ami ugye nagyon aktuális, ugye egy szoborról szól, amit fölállítanak, és aztán el is visznek, összetörnek. Egy rabbit nem illik félbeszakítani, de ez történt, a szobrot el is vitték. De bízunk benne, hogy nem törték össze, csak kivonták a forgalomból. Igen, igen. Itt Mózes egyébként egy érdekes dolgot csinál, összezúzza és megitatja a néppel az aranyport vízzel keverve. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy ez mit jelent, vagy hogy mire vonatkozhat ez a szimbolikus rituális cselekedet. Hogy tudnád ezt ma aktualizálni a mai istentiszteletre érkezőknek? Én úgy szeretném ezt aktualizálni, hogy tartsuk meg ezt az üzenetet, hogy a szobrok nem fontosak. A szobroknak nincs erejük, és az embereknek viszont van, a közösségnek van. És az összefogással, ami itt is láthattunk, hogy nagyon hamar egy nagyon erős közösségi erő mutatta meg önmagát, sikerült, én azt gondolom, elérni azt, hogy legalább, nem tudom, hogy ideiglenesen, vagy véglegesen elvigyék ezt a szobrot. A zsidó szokásokban minden évben emlékeznek valakinek, illetve az ember, aki már nincs közöttünk, a halálára. Hogy is történik ez, és milyen fajta megemlékezési lehetőségek vannak még? Ezt most nem értem. Amikor valaki életét veszti, meghal. A közösségnek nem hal meg, hisz évente először 30 napig utána, évente emlékeznek rá. Mi is ez tulajdonképpen? Igen, ezt tudják, hogy járt szájt, legalábbis az askenázi világban. És itt ami nagyon fontos, és ami érdekes, ez a név. Tehát mi nem szobrot állítunk egy elhunytnak, hanem a nevével emlékezünk egy imában, vagy akár egy énekben, az Élmelé Rahaminban. A Kaddistel mondjuk ilyenkor járcájtkor a Isten nevének a megszentelését. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez is egy fontos üzenet, hogy amivel emlékezünk, az a név, az emlékek, amik bennünk vannak, és ezzel éltetjük az illetőt, aki most már csak lélekben van velünk. Akkor valami személyeset, nem is olyan rég, önnél is megjelentek az apai örömök, kiről nevezték el a gyereket? Jonatánnak hívják, úgyhogy ennek több bibliai történet is az alapja, hogy őt miért hívják, nem csak az almát hívják ugye Jonatánnak, hanem a több jonatáni szerepel a Tanákban, Ezra könyvében Jonatán ben Asszájél, és ugye ismerjük a Dávid történetben, ahol Dávid legjobb barátját is Jonatánnak hívják, úgyhogy nagyon sokrétű az a kisfiamnak a nevének a jelentése, úgyhogy most... Mit kell kívánjunk egy fiatal rabbinak, akinek első konkrét zsinagógája is végre előkerült? Hát nem nekem, hanem a közösségnek épülést és erőt, és további összetartást, és minden egyéb jót. Úgyhogy ezt kívánom a nézőknek is ugyanígy. Akkor Shabbat Shalom. Én a saját munkáimat adtam be. Uh-huh. Nem is használom azt, hogy ez galéria, uh-huh. mert az nagyon összefügg a kereskedéssel. Uh-huh. Inkább bemutatok, és ha valaki szeretné támogatni az alapítványt, akkor uh-huh. ez képet, uh-huh. tehát így ez fönt van tartva. De vannak ennek inkább eszmei dolgai, tehát tényleg segíteni olyan művészek, akik nem tudnak uh-huh. kiállító termet csinálni. Jó, egy-egy kiállítás, mások uh-huh. is bemutatkoztak, igen. De jó. És az alapítvány, és a másik fő feladat az alapítványnak, hogy azért
meg lehet sem mondani, hogy borzasztó nagy a gyűjteményem, sem magántulajdonban van több ezer képem, aztán. És azért szeretném ezt egybe tartani, és gyakorlatilag ezt ilyen három havonként megújítok egy ilyen kiállítás, akkor szépen aprólékosan bemutatom azokat a munkákat, amik az évtizedek során összejöttek. Nézze, 45 éve maszatolok. Semmi mással nem foglalkoztam, és itt vagyok, ugye? Tehát a parlamenttől 50 méterre saját munkáimat tudom bemutatni. Nem akarok nagyképű lenni, de kikért ennél még kevesebbet. Ez az ön műve egyébként? Mind az össze. Én csak a saját munkáimat mutatom be. Jó, értem. Azt hittem, hogy most is nem. Van ilyen vendégkiállító. Nem. És például ez mennyi idő alatt készül el? Hát ez egy ilyen másfél-két éves. Nem azt mondom, hogy intenzív munka, de miután ide kikerült, ez 19-es. Most 21-ben mutatom be például. Tehát, de már az agyában, hogy össze van rakva, mielőtt össze, igen. És nagy segítségemre van az unokaöcsém. Ő az, aki aztán centiméterre elrendezi, én csak ilyen elmondom, hogy mit szeretnék. Most ezekkel a nagy képekkel, ez január 3-án, ez még egy vasárnapra esett, aha. De ez nekem már munkanap volt, mert aha. Akkor behoztuk az összes képeket, amik nem kellettek, azokat visszavittük, és ezekkel a nagy képekkel kezdtük el ezt az évet. És év végére pedig pont ennek az ellenkezőjét szeretném, hogy abszolút kicsi kis miniatűrökből, tehát maximum ekkora képekből összeállítva. Hogy az elképzelés most a jövőnek. Igen. És megkérdeztetem, hogy van-e kedvenc? Mert hogy ami önnek így a szívéhez legközelebb áll. Hát melyik gyermekére mondaná azt, hogy a kedvenc? jó. Nagyon jó. Van olyan, amihez inkább azt mondanám, hogy hangulatilag. Például ott szembe az az akt, ugye ez egy nagyon iskola példa, például az 1997-ben készült, vagy 98-ban. Aha. Tehát ez egy olyan kép, amit nem is szeretnék eladni, ami igen. Mert gyors volt, aha. Mert egyszerű volt. Ez egy sorozatnak, a mozgáskultúrának, a mozgáskultúra sorozatnak egy része. Ez 5 vagy 6 fajta balett mozdulatot és akkor mutat meg. Tanulmányozza magát a... Nézze, soha nem tanultam festeni, meg rajzolni. Aha. Ezt Isten adott, Isten adott nekem egy talentumot, és megadta azt a szerencsét is hozzá, hogy fölismertem magamba ezt a talentumot. Tehát mindenkinek van szerencséje, csak kérdés, hogy tud-e élni vele. Mikor 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt azt írták a lexikonban, hogy Rubin Dávrán Péter autódott a festő, hogy megsértődtem. Ma már azt mondják, hogy ki a kutyát érdekli, hogy te most tanultál-e, vagy nem. Szóval én, nehogy félreértsen, nagyon nagy elismerés már azoknak is, akik még ki is tanulták, de akiknek ez belülről jön, azt szerintem az az igazi tehetség. Emesen nincs másról szó, mint az, hogy a tehát, hogyha egy művész tud az érzelmekre hatni, akkor onnantól kezdve megnyílik egy kapu. Igen. Ez 3 éve, talán a legrégebbi galériá, de nem galériának mondanám, inkább képtárnak. A saját munkáimat állítom itt csak ki, illetve az alapítványom nevében őrizzük ezt a gyűjteményt, ami most már 40 évnek a termései.
és gyakorlatilag ebben, tehát ezért nem hívom galériának, az már egy ilyen kereskedelmi vonzatot érez, tehát bejön, akkor feltételezhetően venni is kellene valamit, az úgy jól esne az ember. De nem, hanem itt a saját munkámat, és az elmúlt 40 év, ugye nagyon hosszú ideig nem éltem Magyarországon, és ezt az anyagot, ezt a közel 30 éves anyagot, ezt hazahoztam. Úgyhogy most egy ilyen magángyűjteménynek egy ilyen, hát több ezer darabos munkám megvan, és ennek van egy terve, hogy esetleg egy múzeumot létrehozok ebből, önerőből, vagy ha nem is múzeumot, de elindulok arra, ez nagyon, nagyon halálillatú ez a múzeum szó, vagy nagyon halott illatú, de mindenféleképpen a törekvés az, hogy egyben tudjam tartani ezt az életművet. Úgyhogy ez vezérel, ez motivál, és ezt mindezt magánerőből, tehát teljesen csak abból a gyűjtőtáborból, aki esetleg a munkáimat gyűjtik. És van olyan egyébként, hogy elképzelésre fest? Mármint, hogy valaki azt mondja, hogy ilyen, vagy olyan hangulatot, vagy... Nem dolgozom meg, nem dolgozom megrendelésre, nem vállalok megrendelést. Aha. Nagyon nehéz nekem azt mondani, hogy kérem, itt a drapériámban van egy kis lila, akkor legyen kedves művész úr, és egy kis... Nem festek drapériához. Kedvenc kép. Melyik gyerekemre mondanám azt, hogy nem szeretem? Szóval, vagy melyik kedvesebb? Amelyik a leg... Az a legkedvesebb képem igazából, amelyikhez van időm nekem is hozzám szokni. Tehát hiába csinál meg az ember egy képet, még nekem is idő kell hozzászoknom a hangulattához. Én azt gondolom, hogy minden egyes kép. Nekem, ha nem veszik nagy képviselőnek, vagy nem is tartom magam nagy képviselőnek. Tehát én abban tartom a művészetnek a lényegét, a saját művészetemnek a lényegét, hogy igyekszem minden képemben megújulni, akár technikailag, akár hangulatilag, akár üzenet közvetítésére. Tehát mindenbe belekóstoltam, a realisztikustól a szürreális dolgokig. Én azt gondolom, az a jó kép nekem, amiben sokáig megtalálom azokat a hangulatokat, amiket 10 év után sem tagadnék meg, 30 vagy 40 év után sem. Azért, és még azért én abban már az utolsó mohikán vagyok, aki tényleg így ecsettel, megfontoltan, akár egy kicsit koreografáltan is defest képeket. Na ez a két képem az, ami ez a kettő, erről a kettőről, amit azt gondolom, hogy ezek 3 évvel ezelőtti képek, 3 vagy 2018. Na ez a két kép az, ami szerintem plasztikusan be tudja mutatni azt a fajta gesztusfestészetet, azt a fajta impressziót, amit én gondolok a természetről, a fényekről, a vízről. Ez azt hiszem, hogy nekem is iskola kép, tehát nekem, tehát ha kedvenc és jó képekről beszélünk, amiket tényleg munkaigényes, akkor ezekről el tudom mondani, hogy nagyon a szívemhez nőnek, szívemhez nőttek. Megint nem a nagy képviselő, de bejártam több, mint a félvilágot. Volt Párizsban egy kis galériám, 24 négyzetméterről beszélünk, és mellette aludtam. Tehát nem kell elképzelni, micsoda Párizsi galéria, nem, szó sincs erről, szó, sőt, a metrón snelleztem, hogy ki tudjam fizetni az albetemet, tehát nem ez. De a világot látva, és azért bejárva, és voltam Indiában is, szóval voltak mindenhol a művészetek utcái, vagy Indiában voltak a leveseseknek az utcái, vagy voltak a főzelékeseknek. Igen, de oda, igen. Na most ez a Falkmise utca, én el tudom mondani azt, hogy 1990-ben nyitottam itt meg a Bárdoni helyén, a Markó utca és a Falkmise utca az első önálló saját alkotásnak mondható galériát, amit 5 évig működtettem, ez a Rubin galéria. Akkor még megvoltak az antikvitás, megvolt a művészet, de nem voltak kocsmák, nem voltak ingatlanpiacok, nem voltak fürdőszoba alkatrészek. Szóval, hogy kifejezetten úgy ismerték ezt az utcát, mint a Falkmise utca. Ez valahogy megkopott, elsárgult, itt most már tényleg minden az égvilágon van, és ezt úgy mondom, hogy ha
Budapest kalapja tud lenni a parlament és környéke, akkor ennek az utcának meg a bokréta lehetne ezen a kalapon, de sajnos nem ez van. Szóval, hogy erre valamilyes fajta irányt mutatni, vagy koncepciót, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok jó művész van, benne élek 40-43 éve, akárcsak a kereskedelmi, akárcsak a marketing részét nézzük, plusz úgy is, hogy alkotok is mellette. Én azt gondolom, hogy megérni ez az utca, és nem hosszú, 650 méterről vagy 650 lábról beszélünk, és az, hogy egyetlen egy tábla nincs, hogy mi próbáltuk itt kérni azt, hogy lehessen felfüggeszteni transzparens, vagy valami művészetek utcája, voltak itt a Falkmisa utcai művészetek utcájában kiállítás. Egyszerűen első év ragyogó volt, második év ragyogó volt, harmadik év már semmi nem volt. Mert valahogy az embereket nem... Vagy az emberek eljön, nem jöttek. Az emberek nem jöttek, mert igazából tehát az is minek szólt, az antikvitásnak. Köszönöm szépen. Az antikvitásnak szólt. Szóval, hogyha ezen valamit lehetne, hogy az utca egy kicsikét... Vagy egy olyan részt kialakítani a belvárosban, ami csak kifejezetten erről szól, hiszen vannak próbálkozások, mert vannak ezek a... erősítik. Nagyon, nagyon. De, mint ha nyílik egy étterem, ha jön a konkurencia, akkor mind a két étteremben nagyobb lesz a forgalom. Ez így van, pontosan. Tehát pontosan. És egy egészséges verseny a versenyen kívül, és azért, hogy érdemes ezt csinálni, mert az, hogy nem látják, vagy az, hogy nincs centrumban, de olyan értelme centrumban, hogy mely most megyek, műtárgyat veszek, akkor azért csak az jön be, hogy elmegyek a Falkmisa utcába. De eljövök a Falkmisa utcába, és látok két vagy három, bocsánat kérek, mindegyik üzlet biztos nagyon jó a tulajának. De amit ő keres, és ez most a modern művészet, a kortárs művészet, legyen ez plasztika, vagy és megfizethető áron, azért ez sem... mindegy. Képviselő úr, én készültem önnek egy, én is kaptam ajándékot, úgyhogy én készültem önnek egy könyvemmel. Engedje meg, hogy ezt átadjam, és megköszönjem, hogy eljött. Nagyon és kívánjak önöknek köszönöm. Minden többet, nagyon sok sikert. Köszönöm szépen. És akkor ezt odaadnám önnek. Ez kettő, ami tudni kell erről a könyvről, ez 2018-ban készült, és gyakorlatilag akkor még 30-35 év munkáját foglalta össze a saját írásaimmal, a saját álmaimmal, és több mint 350 képnek a reprodukciójával és történeteivel. És polgármester asszony helyettes, köszönöm szépen. Ön is fogadja el, és köszönöm a desszertet, köszönöm a desszertet. Köszönöm én is nagyon, és tényleg sok sikert önöknek. Most, hogy itt volt nálam Böröcz László képviselő úr és ötödikkerületi polgármester asszony helyettes, nagyon nagy örömömre szolgált, hogy az a felvetés, miszerint a Falkmisa utcának volt egy jó hírneve, egy jó neve, művészetek utcája, antikvitás utcája. Ez az utóbbi években nagyon-nagyon hamuizület, nagyon-nagyon elposhat. És erre az alapítványom nagyon érzékenyen odafigyelt, és többet magammal úgy gondoltuk, hogy esetleg egy elképzelés formájában ezt polgármester asszony felé is, és képviselő úr felé is összeszedve koncepcióként, hogyan lehetne ebből újra egy Falkmisa utcát csinálni. Hát ez most az elkövetkezendő időnek a nagy mérföldköve. Ezt szeretnénk az alapítvány tagjaival is, kuratóriumi tagokkal is, és itt az utcában megverhető kortárs, jó kortárs művészeknek a segítségével talán előre mozdítani és egy lépést ebben az irányban hathatósan tenni végre. Számokban nem szeretnék bocsátkozni, mert nagyon iparosnak tűnne, hogy hány csavar gyártott le az Esztergaa gépen eddig. Ez 40 év munkássága, 40 év odafigyelése, és ennek a gyűjteménynek valóban az egyben tartása. Nem beszélhetek nagy pátoszokról, mert sokkal alázatosabb vagyok annál. Szeretem, amit csinálok, szívesen adom és mutatom meg ezt másoknak, és ez az, ami ösztönöz, és ez az, ami tulajdonképpen inspirál arra, hogy
adni és adni abból, amit én már egyszer megkaptam, úgy az örökkévalótól, mint a szorgalmamból, vagy az elmúlt 40 évem odafigyeléséből. Jákob Hadass Handelszman, Izrael állam budapesti nagykövete. Szép jó reggelt kívánok! Kvadasa Grétboker Toftodásek kiválta a házmanáselánu. Bonat Kil, mi aktuália? Kezdjünk akkor aktualitással. Az izraeli kormány Oroszországhoz fordult, hogy egy esetleges háború esetén segítsen evakuálni az izraeli állampolgárokat. Izrael, nem szeret Izrael, pántále Russia, vöbik sámenú seben mikré, ve imi emilkama, Russia jázor, be bicuach ocát, Izraelim miamakom. Kamazenogia les a grérút, selhábe Budapest. Azt kérdeztem a nagykövet úrtól, hogy egy ilyen esemény esetén mennyire érinti ez az izraeli budapesti nagykövetséget? זה מאוד נוגע לשגרירות שלנו פה, לא רק לשגרירות שלנו פה, אלא לעוד מדינות אירופאיות ואחרות שנמצאות פה, כי הונגריה היא בהחלט יעד אפשרי, שבמקרה ותפרוץ מלחמה שכולנו מקווים שלא, ובהנחה שכשיש מלחמה אין טיסות ואנשים ירצו לעזוב, הונגריה היא בהחלט מקום, מדינת מעבר אפשרית שאנשים ירצו לצאת מאוקראינה דרך השטח ההונגרי, ואנחנו כבר נערכים לאפשרות הזאת, גם משרד הפנים ההונגרי כבר נערך, היה לנו כבר תדרוך, איך נערכים, מה קורה במקרה שאנשים ירצו לבוא, אנחנו כבר היום אפילו שלחנו סיור לשטח ללמוד את המקומות, ותקווה שלא נצטרך להשתמש בזה. ואם אנחנו כבר מדברים עם רוסיה, אז יש לנו למדינת ישראל בקשות גם אחרות לרוסיה לגבי הגנת האוויר בדמשק ובסוריה. יש חמר אורוסורסגרו בסלונק הזידו העלמנק ישראלנק kérései vannak Oroszországban a damaszkuszi, azaz a szíriai légtér esetében is. Káma vehamapamim Izrael tán se Lomövacea átkafot neget Szúria, ele nekudott se Irán, Movilá, Nesek, Omaxanim, Peulot, Ojenet. Ruszia dain loaná, loantá se máhem mit kapném lászott, legabé hatiszota iszraeli jót, se megi jót, mi álda meszek, oá Szúria. Akkor lóni köneszle דברים, היבטים מבצעיים כמובן, אבל... תרמיסת השנם פוגונק איין בלמני. לרוסיה יש אינטרסים שלה, ואנחנו מכבדים את זה. רוסיה עושה מגוונק השויית אינטרסית, יש במין המבט קוזונק בלה. אבל גם לנו יש אינטרסים שלנו שהם... דנקונק יש מגוונק השויית ירדקאינק. אולי יותר צנועים, אנחנו לא מעצמה, אבל הם הרבה יותר חיוניים. עצרוב דולגוק, דה ילד בבאגו דולגוק. והאינטרסים האלו הם בעצם הגנת ישראל מפני מי שמנסה לפגוע בה. מי ירדקאינק מגוודני הזנקת אויין קארטבו קלן, אקי קארטקרנק אמבר ילדבן אוקוזני נעלונק. וישנה מדינה ששמה איראן. יש וואן אג' אורסאג אמית אוטיבנק הוד איראן. שמנסה לנצל את המצב הנוכחי במזרח התיכון. אקי מקפרובאיה מרמינט איראן. kihasználni a közel-keleti helyzetet. Bekvot, ma se nikra, ha aviv arvi. Mint arról már önök is sokat hallottak, az arab tavasz. Velifgóbi Israel. És megkárosítani, megtámadni a zsidó államot. Ve a mistara iráni oszedze bekol a hazitot. És az iráni kormányzat ezt minden területen megteszi. Me a hutin beteimán. A jemenitákon keresztül. Sehem pitón gam meaimim al Israel, vehem gam jaú tilim al Ihud Emirujot, besá se neszi a medina hajásam. Akik rakétákat lőnek ki az arab országokra is, pontosan akkor is, amikor Izrael államelnöke éppen ott látogatott. Veád a Hezbollah ve Szúria. És természetesen a Hezbollah Szíriába is Damaszkuszon keresztül támogatják.
אסד מאוד נחלש כתוצאה ממלחמת האזרחים. A polgárháború következményben a szír elnök Assad, ugye emlékeznek rá a szemorvos, nagyon elgyengült. עכשיו, האיראנים שנמצאים פיזית בסוריה היום הרבה יותר מהעבר. Azok az irániak, akik többen vannak napjainkban Szíriában, mint azelőtt voltak. פעילים ויש להם תוכנית אסטרטגית. Nagyon aktívak, és egy stratégiai tervük van nekik. שקבלן הביצוע הוא החיזבאללה והצבא הסורי. Akinek a kivitelezői nem mások lennének, hanem a Hezbollah és a szíriaiak. לתוכנית הזאת יש שני מרכיבים. És ennek a programnak két alapvető pillére van. אחד, לפתוח חזית שנייה ברמת הגולן. יש לבנון, עכשיו יהיה גם רמת הגולן. Tulajdonképpen egy második harcteret is nyitni a Ramatagolánon, a Golán fensíkon, itt van Libanon, és itt van a Ramatagolán. A dvar a sené, ze lesadreg et ha tilim, se jes a jom bide a Hezbollah, bemúván se em juhlú liot meod meod medujakim. És természetesen Iránnak az egyik fő programja, hogy a Hezbollah részére olyan rakétákat szállítsanak le, amik pontosabbak. Botaseli Bonagidla Tsofim Lamaze Hasuv Ramat HaGolan Hismi Ramat HaGolan Mistovevim Azroim Afilu Lehaifa. Lehaifa, oké, nahon. A nagykövetet kértem, hogy akkor álljunk meg egy pillanatra, és magyarázzuk meg a nézőinknek, hogy miért is olyan fontos stratégiai helyzet a Ramat HaGolan, a Golán fennsík. Velechen הם מנסים לשלוח כל הזמן עוד ועוד Így aztán állandóan újabb fegyverzetet próbálnak küldeni a Hezbollahnak. בין אם זה טילים, בין אם זה מכשירי GPS שמשפרים אותם. Ezek vagy rakéták, vagy olyan GPS-ek, amivel jobban be lehet mérni a helyzetet. Ó, היום יש כבר דבר חדש, כלי טייס בלתי מאוישים. De napjainkban robotrepülőgépeket is, amiben nem pilóták vannak, hanem drónok, ahogy hívják, azokat is küldenek neki. כבר ניסו לעשות את זה בעבר, ואנחנו הפלנו את הכתב"מים שהם שלחו. Ezt korábban már megpróbálták, de az izraeli légvédelemnek sikerült ezeket lelőni. עושים את זה משטח סורי, אבל זה לא סוריה, זו איראן, אנחנו יודעים. Ezek Szíria területéről, Szíria, tehát magából a szír országból jönnek, de a napnál világosabb, hogy ez egy iráni akció. עכשיו, אנחנו אומרים את זה בגלוי על השולחן לכל אחד, גם אני אומר את זה אפילו פה באולפן. Mindenkinek mi ezt elmondjuk a média segítségével, akár itt a heti televízióban is, az adásban. אין מדינה בעולם שתרשה שדבר כזה יקרה. Nincs a világon egy olyan ország, aki megengedni azt, hogy veszélyeztetve legyenek állampolgárai. וגם מדינת ישראל לא תרשה שהדברים האלה יקרו. מדינת ישראל מחויבת להגן על האזרחים שלה ועל עצמה. Izrael állama sem engedi ezt meg, hisz el van kötelezve a polgárai és maga az állam védelmére. ואנחנו נעשה כל מה שאפשר וכל מה שצריך. És így folytatta a nagykövet, hogy mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy eme küldetésünket beteljesítsük. לעצור את זה. Mi, nekünk az a feladatunk, hogy megállítsuk az Izrael ellen indított támadásokat, még mielőtt elindulnának. Ve'im tire ma divcha tikshoret azara. És hogyha odafigyelünk arra, hogy a külföldi tudósítók, a média mit adott erre erről közre. O filu a tikshoret asurit. Vagy akár a szír média. Gam halayla mishu yarat tilim ve paga bemachsanei neshek iranim liad Damaszk. A következőket adták, és igazolva a nagykövet mondásait, ani omer ve yeshli po beyad kol mashal ta omer. Mishu, hogy valaki rakétákat lőtt ki az iráni raktárokat megsemmisítve Damaszkusz környékén. Szav, nachon sherusim arusim nimcaim bekol hashetach mibkhina avirit lefachot. Ugyan világos, hogy az oroszországi küldöttek a szír légtérben mindenhol ott vannak. ואנחנו מנסים להיות איתם בתיאום ברמה הגבוהה ביותר שאפשר. De Izrael állama megpróbálja a legmagasabb szinten a kapcsolatot tartani a Szíriába tartózkodó és a gépeket kezelő orosz légvédelemmel. כדי למנוע כל טעות וחיכוך. Hogy mindenféle ütközést megelőzzünk. Lano és te interesszim slanu, la ruszim és te interesszim slanu. Mindenkinek megvannak a saját érdekeink, és az oroszoknak is megvannak a saját érdekeik. Mikor lehet, mert nekünk menesszim, lo ligom le taujot, velchen és a teum.
az izraeli védelmi erők mindent megtesznek azért, hogy ez a két érdek ne ütközzön. És hála a Jóistennek, úgy tűnik, hogy idáig de meg kell érteni, hogy Izraelnek létezési szükséglete az, hogy békét tudjon tartani, és megvédje állampolgárait és az egész országot. És hogy senki fél ne értse, az Iránnak az összes lehetősége megvan arra. Maskia beze, ve maskia behasagat yicholet garinit, lo lecorchei shalom. Irán minden gazdasági lehetőségét nem a békés célú energia fejlesztésére, hanem a háborús eszközök továbbfejlesztésére, akár nukleáris töltettel is költi. Beiran anashim metim betsama bekeitz ki en maim. Nyáron, mint azt önök is tudják, és a heti televízió is többször beszámolt róla, Iránban az emberek szomjan halnak a hőségben. Két a keszef, a mistara posé, az a maskia, hisz ez a bűnös vezetés. Benesek, behatira lejholet garinit. A bűnös iráni vezetés a polgárok pénzét, ahelyett, hogy vizet és élelmet szolgáltatna, katonai kiadásokra költi el. ושל אף אחד לא תהיה אשליה, אולי אנחנו המטרה הראשונה של ישראל, אבל למעשה כל אירופה, אם יותר ואם לא יותר מזה נמצאים כיום. Senki. Iránnak ugyanaz első célja Izrael megsemmisítése, de Európa is a térképen נמצאת van. נמצאת תחת איום של טילים איראנים. És úgy egész Európa és az egész környék és Kelet-Közép-Európa is a rakéták árnyékában van, tehát bármikor kárt okozhat. Így aztán térjünk vissza az eredeti kérdésre. Olyan alapszükségleteink vannak, hogy érdekeink megvédése céljából minden szinten az oroszokkal megpróbálunk szót érteni. Ahhoz, hogy Izrael továbbra is meg tudja védeni határait és az életet Izrael területén, még határain kívül is. Toca ami hamacav sheyeshna karega beukrajna, kanireyesh seret behemshekim shel fauda mi ukrajna yavor letzilum beungaria, az ze medaveach haitonut haisraeli vegam Hollywood. אם זה יהיה לך יותר קשה, גם אם הם יהיו פה. לא, א', לקדסתם הנועד urat, hogy a nemzetközi média arról számol be, hogy a szinte ma már világhírű izraeli TV-film sorozata a Fauda forgatása Ukrajnába veszélybe van, ezért úgy döntöttek, hogy a forgatásokat áthelyezik Ukrajnáról Budapestre, azaz Magyarországra. A kérdés, hogy van ezzel dolga a nagykövetnek? Alef Zenchon. Mindenek előtt a válasz, hogy igen. Hem amurim lagia lekan mashavot akruvim. Az elkövetkező hetekben a ani od lo yoda lekam zman ve filmeseknek meg kell érkeznek Magyarországra, az, hogy meddig maradnak, nem tudjuk. Egy biztos, hogy már közölték velem is, hogy ide szeretnének jönni. Szóval ani oda, se ula ani lo yoda lama hem akhlitu lepo, ani yachol leter latzmi, ki ze makom noach. Nem tudom, hogy miért. Hem yodim she Bungaria ze kol kach populari. Nem tudom, hogy miért döntöttek úgy, illetve azért sejtem, hisz Magyarország nagyon közismert, nagyon kényelmes itt forgatni, hisz mások is forgatnak itt. Nem jutom, és ez a populáris. És ők ezt tudják, hogy ez egy nagyon nemzetközileg bevett dolog, és népszerű. Mármint a film. Ha szeret be az magán, mert ott populáris. Hasidra. Most nem mondom el, mert ez nem a reklám helye, hogy a Netflixen lehet látni. Kajeta Máti se kajetani lojesza pérlel, miknés ez a ilyen pírszum, velosőm valahol a pörszum, ával et fauda elsállírod be Netflix be Ungária. És természetesen a héber nyelvet is lehet tovább javítani. A Máti se kam van et a szafá ibrid gám elsállős a pér, mi a szereti magyar felirattal, de vannak részek, ahol már magyarul is beszélnek. יחסי תרבות וכלכלה בין ישראל ובין הונגריה. תראה, אז ישראל היא מגיאר, גזדשאג יש קולטורה, יש קפצ'רות הברוקד הזה מנועד כבדת. בוא נבדיל בין תרבות לכלכלה. תגיון כולם שגעת הקולטורה, יש הגזדשאג כזה. כלכלה
אפשר לקיים גם כשאנשים לא נמצאים בשטח. הסכם גזרה אקור יש להת חסנני או נם קל אז אנשים בהסינן לגנק. תרבות קצת יותר קשה ובבעיה הייתה עדיין הקורונה. היסה קולטורהוז הסינן קל לנני יש אסת járványok meggátolták. ואני מקווה שהשנה אנחנו באמת נצליח... De én bízom benne, hogy ebben az esztendőben sikerülni fog nekünk. Lekeljen po eruim. Olyan rendezvényeket szervezni. Anachnu mit kavnev listate be festival Sziget. A Szigeti Fesztiválon szeretnénk részt venni. Ve ti epo be chodes april akad bat sheva. Áprilisban a híres izraeli balett együttes a Bát Séva fog megérkezni. Budapest, a Bauhaus. És természetesen is ugye emlékeznek rá, hogy Tel Aviv a Bauhaus világa. Hát erről lesz egy nagy kiállítás, a Tel Aviv városának a kiállítása. Ez a highlights. Ani mekave, sheze yitze lepoal, shelo tiyena bayot shel korona. Ezek nagy vonalakban, és bízom benne, hogy a korona nem fogja megakasztani a kulturális elképzelésünket. Yesh lanu gam bechodesh haba Isra drama atzagot fringe israeliot shebaot lepo. De az izraeli dráma sorozat is meg fog érkezni a jövő hónapban. Ungária i macama tarbut. Magyarország egy kulturális hatalom. Nosos gam Israel. És természetesen Izrael. Ve anachnu a interakcia i aita gvoa. És ezeket a kulturális nagyhatalmakat össze kell kötni és cserélni kell. Ez most egy kicsit megakadt. ועכשיו אני מקווה שזה, אתה יודע, התחלה חדשה, שזה מתחיל עוד פעם. De én bízom benne, hogy az újrakezdés sokat fog ennek segíteni. אתה יודע, אולי זה הדורות הצעירים כבר לא כל כך מבינים את זה. Lehet, hogy a mai generáció, a fiatalok nem nagyon értik ezt. אני בתור ילד מאוד אהבתי לקרוא את הספרים של אפרים קישון. Én, mint gyermek, nagyon szerettem Efraim Kisont humoristának, aki Magyarországon született, a könyveit. És amikor Európába érkeztem, mint egy izraeli diplomata, és jobban sikerült elkezdenem megérteni Kisont és írásait. És akkor rájöttem, hogy honnét is jönnek a könyvekben szereplő főszereplők nevei. Benézze Schultheis, ez Bira, o Kronstadt, o Pudmanicki. És akkor kiderült számomra, hogy milyen utcákról és kikről van szó. Hol lakakhet a shemot ha'ele, ve'afach otam, yatzak otam letavnit, letoch dmuyot israeliot, shel a bohema shel shnot a 50. És ezeket a neveket, ezeket a cselekményeket, az 50-es évek izraeli irodalmának a csúcsába helyezték. Az én már a filum mitoch a prizma azot is, tudod, ez másul se lo arbe anashim yudim. Ezen a szemüvegen keresztül, amit sokan nem értenek. Ki Frank is on mukar hayom be Israel od bikar biglal ha sratim. Efraim Kisontot tulajdonképpen először és mindenek előtt a filmeiről ismerik. Elim Szalak Shabbati, az izraeli problémákat feldolgozó Szalak Shabbatival, a bevándorlók letelepülésével, vagy például az Azulai rendőrről, akik Izrael kettőből, tehát nem pontosan Európából érkeztek. A könyveket kicsit elfelejtették. Ez egy külön generáció volt, aki imádott olvasni. De én ajánlom minden Izraelnek, mielőtt Magyarországra látogat, olvasson egy kis Kisontot, és jobban... Ema la meciut a israelit, se olé chadash azé ra'a, aval lemászé a makor, lefakot a mátefet, i mátefet hungarit klasszit. És annak idején az emberek, amikor ezt olvasták, az új bevándorlók, akkor azt hitték, hogy Izraelről van szó, de most már miután ismerem Magyarországot, tulajdonképpen átültette az ittenit ottaniba. Oké, az a kultúra di bárnó, jeslánu jahaszim, cvaim, vöbitkonim. Vöselása betaklotáhov, mondom, hogy vannak gazdasági és katonai kapcsolatunk, és most jön egy olyan kérdés, amit nem biztos, hogy nagykövet úr szeretni fog. Ze ha szusz ha áf, pagazus. Máteje hol legidáze? Mondtam, hogy a repülő ló, azaz pagazus, NSO,
מהויה, מי תודע רול מונדני? אני לא יכול להגיד שום דבר על משהו שאני לא יודע. אני כעת לא יכול, אין מה שמית, נם תודוק מונדני, ארול עמית אין נם תודוק. ותראה, יש היום בישראל, בחודש האחרון, הרבה סיפורים. דנפיינגבן, אז אל מולט הונפוקבן, תובד פוגלרקוזנק אזל ישראלבן. וכולל על זה משטרה, עשתה שימוש בפגסוס. בלעת ואז ישראלי רנדרשגת, הכי פלטטלסטוען, חוסנת. אני גם לא יודע, אני רק יודע דבר אחד. אי דולגות. שהסתבר כנראה שלמשטרה לא היה כסף לבנות פגסוס. Mégpedig nagyon egyszerű a dolog, az izraeli rendőrség olyan szegény, hogy nem volt nekik pénzük Pegasus venni. Úgyhogy egy olcsóbb kiadását vásárolták ennek meg. De most komolyra fordítva a szót, én nem tudok erről. De ezekben a történetekben különböző érdekek vannak. Interessim politim. Politikai érdekek, gazdasági érdekek. Aztán anasim tipsim. És egyszerűen butus emberek is. Szliha, kell, ani lo. Elnézést kérek, ha valakit megsértettem, de én ezt nem tudom. Ani lo yodea, vebetoch shani lo yodea, ma haya, lo haya beungaria, o bemdinot. És nem tudom azt, hogy mi volt Magyarországon, vagy mi volt más országokban, ennyit tudok róla, amit elmondtam. Aber dabar echad chashuv. Medinat Yisrael tzarik להגן על עצמו, ועם עזרת התוכנית הזה אפשר לעצור אפילו פיגועים ודברים כן. אחרים. זה, אלף, זה, זה אני נכון. אני רק רוצה לתרגם. De akkor, amikor butusságokról beszélünk, szemünk előtt kell legyen, és ezt kérdezem a nagykövettől, hogy ez a program tulajdonképpen akár terrortámadásokat is meg tud védeni. Ugye emlékeznek még szeptember 11-ére Amerikába, ha lett volna ilyen program, lehet, hogy meg lehetett volna előzni. Vő szafti imbe hadeszrile szeptember, bácott a brit im hajátok nithaze, ulaj ha efsár lacil vő sezeloik. Nahon. Természetesen. Nahon, וזה דבר אחד, שצריך לחשוב על זה. אין דולוג אמירה, עוד הכל פיגלנים. הם מיועדים כנגד באמת אמצעים, כאילו מטרות שאתה ברור שאם אתה לא תוכל להפעיל את הדבר הזה, אז זה ימנע ממך מידע שיכול להציל חיי אדם. Ezek a programok azért vannak, hogy emberi életeket meg lehessen menteni, és ha nincsenek ilyen programok, akkor nehéz megmenteni. Stáim, שגם כשיש לך את זה, זה לא תמיד עובד. זה מה שקראתי בעיתונים בישראל. Amikor van is ilyenet, és most akkor idézek az izraeli médiából, lehet, hogy rosszul kezeled, és akkor sem lehet. והדבר השלישי זה נכון שיש כל הזמן בעולם המתקדם. A fejlődő világban mindig szükség van. הוויכוח. עד איפה יש אפשרות מותר למדינה, לממשלה, להרחיק לכת בחדירה כאילו למרחב הפרטי של האזרחים. אקור אסט וירא קסדם. אמרתי, אז את המשפט הזה אני אתחיל מחדש. אלנדו אסמצ'רה, מונדהתנאם אסט יש, hogy vita van arról, hogy meddig lehet elmenni az emberek privát életének a megvédésére. Meddig lehet belekukkantani a közös érdekébe, a fennmaradás érdekébe valakinek a privát dolgaiba. ויכוח שרץ כל הזמן. Véget nem érő vita. גם באירופה, לכן יש את כל הסיפור הזה של הגנת המידע. Úgy Európában, és ima a példa, Európában vita van arról, hogy kell megvédeni, ha valami valakinek a tudomására jut. זה אף פעם לא היה קל. Ez soha nem volt könnyű. אני זוכר עוד כשנולדו הילדים שלנו. Én emlékszem arra még, amikor a gyerekeim születtek. הם כבר מבוגרים. De ők már idősebbek. אז עוד לא היה, לפחות השניים הראשונים, לא היה אינטרנט וכאלה דברים. Akkor még nem volt אינטרנט. ובאופן פלא, כשנולדים ילדים, אתה מתחיל לקבל הצעות על טיטולים. És nagyon érdekes, amikor a gyerekek megszületnek, akkor azonnal pelenka ajánlatokat kapsz. És természetesen csecsemőknek szóló vitaminokra, tejre, mindenféle cumikra. És én nagyon egyszerűen kérdezem, hogy honnét tudják? Honnét tudja egy pelenka gyár, hogy nekem egyáltalán gyerekem született? És nem keserim, mi szádapném?
לא יודע. עובדתית הם ידעו. כן, מונטם, הוא יכולהכיבזלהתו, הוא יבדוק. ואני בטוח שכל אחד מהצופים שלנו יחשוב לעצמו, אז יראה גם. De minden nézőnk, hogyha elkezd magával gondolkodni, hogy hol járt az interneten, és most hirtelen ajánlatot kap, hogy az egyik hogy jön a másikhoz. והיום. És napjainkban. תחשבו על כל האמצעים שיש, אני לא מדבר על זה. Az összes kütyükre, amik napjainkban vannak, אז יודעים עלינו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים שיודעים עלינו. Sokkal többet tudnak rólunk, mint amennyit mi gondolunk. זה הכל. זה חומר למחשבה, וזה לא קשור לפגסוס אפילו. חלק מהחיים. És ezek a mondatok nem a Pegasustól függnek, hanem ezek az élet tényei. Dibárnu al kalkala, dibárnu al tarbut, dibárnu al omanim se a geulepo. A tá odézesanám összejemetet a kicseha. Mama. Ott snatáim. Vagy két év múlva a nagykövet úr befejezi küldetését. Májes leháber simámásat a carik leszik. Mi van a listádon, amit még meg kell kapni? Tivény. Ani roete tofkit sel diplomat baidan a moderni. A modern világban én úgy látom, hogy egy diplomatának az a feladata. Kemásul sem itt maked be chiburim ben anasim. Hogy összekösse az embereket, kapcsolatokat teremtett között, mindenféle téren. Ki, tirej, kshemanigim rutzim ledaber echad im hasheni. Mert hogyha vezetők egyik a másikkal akarnak beszélni, lo tzarich akkor már nem kell a nagy követ. Lo igeret, velo bavet. יש לי תנתני תנייד שלך, אני כראש ממשלה יכול להתקשר אליך כראש ממשלה. נכם נם כל הנה közvetítők, akkor egy miniszterelnök fogja a kis telefonját, a מוביליית, és fölhívja a másik. במקסימום אני אשאל את השגריר, מה קורה במדינה? כי אני רוצה לדעת על מה, כאילו אני רוצה להיות updated. És maximum akkor magamhoz kérhetem a nagykövetet, és megkérdezem tőle, hogy na mi a helyzet ott, mert fel akarom frissíteni a tudásomat, hogy ennek megfelelően tájékozódjak magyarul. Mi a hol a sevet be Zoom konferencító? Beszélgethetek vele egy Zoom konferencián, amit megtanultunk a vírus idején. Ez enigma. És ezzel a feladat véget ért. היכולת שלנו להשפיע ולעשות את ההבדל. A különbség, amit mi tehetünk, amivel befolyásolhatjuk, זה במגע עם האנשים, az eseményeket, az emberekkel való közvetlen kapcsolat. במגוון התחומים. Minden területen. עכשיו, יש דברים ש... כמו כלכלה, כמו תרבות, שבאמת אפשר לקדם. A közgazdaság, a kultúra területén. ואנחנו עושים, אני אפילו יכול להגיד לך, תשאל אותי, אוקיי, מה עשיתם? עשינו יחד. Akkor azt mondja, hogy megkérdezhetem tőle, hogy de mit csináltál. עם משרד החוץ ההונגרי, את התערוכה על הספורטאים היהודים שתרמו להונגריה ולספורט העולמי בכלל. Akkor elmondhatom, hogy az én külügyminisztériumom együtt mögött a magyar külügyminisztériummal, a zsidó sportolókkal, hogy a zsidó, magyar zsidó sportolók mit adtak a hazán. És mennyire is fejlődik. והכדורגלנים ההונגרים של היום שתרמו לישראל בשנות ה-90. Hogy a 90-es években a magyar labdarúgók izraeli létük alatt mit tettek az izraeli formáért. És most Pishon, Csaloi, Hammer, Marton, Holmai. Azokat a neveket, azokat a futballisták neveit, akik a legnehezebb időkben is Izraelbe fociztak. וזה משהו שמדבר לאנשים. Ez az a tény, ami az emberek szívét megnyitja. Szóval akkor אנחנו מנסים לבנות, אני מאמין ב P2P, people to people. Az emberek és az emberek között egy kapcsolat teremtés a feladat. כי בסך הכל אנחנו רוצים להכיר אנשים אחרים ועדיף שנכיר כי אנחנו לא מכירים כל כך. Mert olyan embereket kell megismerjünk, akiket mi még nem ismerünk. Ez egy דבר שאני מאוד רוצה לפתח שוב. Ez amit én szeretnék továbbfejleszteni, természetesen a korona határain. כי אחד הדברים שהיו לנו על התוכנית, עדיין על התוכנית. Mert egyik komoly programunk volt, ami הלכנו כבר לעשות, זה לעודד, már elkezdtük לעודד תיירות הונגרית לישראל. Mert szerettünk volna, hogyha minél több magyar turista látogat el a zsidó állam területén. כי הישראלים באים לפה תמיד. Hisz az izraeliek azok mindig jönnek, mert mehetnék. וכולם מדברים בשני, ומסתכל בפייסבוק, מה כותבים, אז בדרך כלל זה פשוט. Facebookon, a közösségi oldalon látom, hogy miket írnak. כאילו שמישהו מכתיב מה לכתוב, אבל זה לא, וכולם רק מדברים דברים טובים. És tulajdonképpen a legnagyobb része ezeknek a bejegyzéseknek szépen beszél magyarországi látogatásáról. אנחנו אמרנו, אגב, זה גם מבחינה כלכלית,
זה הגיוני. אז גזדושגילג יש. שאתה רוצה שתהיה תנועה של שני הצדדים, כי אז המפתח... אתה רוצה שתהיה אגיאלו לגן, אוקיי? תפוסה יותר טובה של המטוסים. hisz akkor a repülőgépek foglaltsága sokkal nagyobb lesz. De ülenő tochniot in Wizz veim el a lekedem tajarut Hungarit le Israel. Mert úgy a Fapados társasággal, a Wizzérrel, mind az El Állal megbeszéléseink voltak, hogy még több turistát tudjanak vinni az jó államba. Ez most természetesen megakadt, de bízom benne, ahogy elül ez a koronavírus, mert több tucat olyan zarándok van, akik arra várnak, hogy jöhessenek vagy mehessenek. אז זה עוד דוגמה. זה, עוד פעם, זה זמנים לא נורמליים. עזק נם נורמלי שידוק. וזה הקורונה הלך תדע מתי תבוא המוטציה הבאה. יש נם תותחתיוק, עוד מיקור יון, הקורונווירוס. ומה יהיו ההשלכות, אבל אנחנו מנסים לחיות. גם פה, אבל גם אצלנו חייבים ללמוד לחיות לצד הקורונה. יש מקל תודנונק, מקטנולי, אלני, הקורונה מלט. ועוד מילה אחת, בנושא הכלכלי, כן, יש מקומות שאנחנו עדיין, יש הרבה מקום למיצוי פוטנציאל. A gazdaság területén szeretném még hozzáfűzni, hogy van még teendő. Nos, szechatsanut. Természetesen fejlődés a jövőt illetően. Elnagyit hatsanut refuit. Orvosi felszerelések és orvosi know-how továbbfejlesztésében. És ez egy חברה ישראלית שמתעסקת. Van egy izraeli cég. ביצירת קשרים בתחום החדשנות הרפואית. אקי אז אורבוש תודמיין תרולטן צ'רילנק נוחה. והם בחרו בבודפשט לעשות סמינר של יום ב-30 למרץ. המרושן, מציוש 30-דיקן, אג' קונפרנציה תרטנק בודפשט. ביצירת קשרים בנושא חדשנות רפואית. אזן התרולטן אז אורבוש תודמיין תובב פיילסטיישנק התרולטן. במרכז מזרח אירופה ובבלקן. Kelet-Közép-Európában és a Balkán területén. Ez már le itt putim se lánul le cárinig már, aval jesli ott se lá. Se te jó célá lehov. Kamuban se jesen a simsőmmel a vimotká. Hát a már gisbe bitachon. Kérdeztem a nagykövetet, hogy amikor kimegy az utcára, természetesen vannak neki, akik vigyáznak rá, de biztonságban érzi itt magát a magyar fővárosban. Ani mit kafén, al bitachon, al hofsi, be Budapest, o be kol irányban. Ami szólott itt a sélá, az ott zelógen, kik most amárt, nem fér megkérdezni tőlem. Vagy takfor izbarta lama, kéni lo levad. Nem fér egy ilyen kérdést föltenni, hisz te már mondja nekem a nagykövet, mondtad, hogy te nem egyedül vagy. אז אתה אולי בורח מתי שאתה לבד? אני לא בורח. אבל אני יכול להגיד לך... ואלמונטה עוד יהיה אג' רנדש נתקבלת מרונם סקיקי. אבל אני יכול להגיד לך מה אומרים ישראלים אחרים. דה אלמונטה תום נקד, vagy önöknek, hogy mit mondanak az izraeliek, akik itt kolel יהודים חרדים, שאתה יודע שהם יהודים. Természetesen ortodox izraeli zsidók, akiken látszik is, hogy ez a... ואתה שומע את זה מהם, ואתה רואה את זה בקבוצות הפייסבוק. És őtőlük hallod, és látod, olvasatod a közösségi oldalon. הם מרגישים ביטחון. Hogy itt biztonságban érzik magukat. ומילה אחרונה, בהקשר אני יודע למה אתה חותר, תיקח את הדוחות של הארגונים היהודיים. És hogyha elővesszük a zsidó szervezeteknek a jegyzőkönyveit, az antiszemita események Európába, Kelet-Közép-Európában. Ezek statisztikák, amiket összeszednek. Nézzük meg, hogy hol van Magyarország e területen. Tudás Báta Elénu, köszönöm a nagykövetnek, hogy eljött ide. Lefordítottam az utolsó válaszát is, nézzük meg a statisztikát. Elmondom önöknek, hogy ezek a statisztikák kiválóak, és bízunk benne, hogy hamarosan viszont láthatjuk. Vannak mögök a Vimse beszimántó, vannak múlja, hol Imli Rotot, Há, Kámese Jotel Bugdám. Ez minuti. Hívjanak minket, hívjanak és jövök.